Figyelj, csak azt akartam tőled megkérdezni, Krisztián, hogy a Julianne Moore-ral mikor forgattad ezt a filmet? Nagyon jól játszol benne. Imádom ezt a Julianne Moore-t, meg ezt a Brian, nem tudom, tudom a nevét, de nem tudom kimondani, puszi. Drága arany követői, megjegyétek meg, hogy egy filmet ajánljak Julianne Moore főszereplésével és Jonathan Rhys Meyers, aki egy, hát aki egy ilyen pszichopatát, vagy nem tudom, valami bolondot játszik, Végső menedék a cím, hát ez a filmkáfémől, az öreg Cilla így, hány óra van? Jé, hajnali egy, anyád úristen, itt mit fogok én kapni? Anyukám, nem vagyok egy reggelembe. Na itt van a Jonathan Rhys Meyers. Vagy Meyer, miről beszélsz, majom Cilla? Nagyon jó képű, látszott valami ízét, nem tudom én, Henriket, vagy nem tudom, valamelyik, a nyolcadik Henriket, azt hiszem, ő alakított, és hogy néz ki, mint a Krisztián a Déri névből. Tű, az is ilyen ütősz, halálbe van szexualisodva. Igen, a Krisztián, az pont ilyen anyuká. Ha azt mondja, vagy lehet, hogy már nem tudom, csak nyisson ki a Dérinél, elkapom, mint sárgát a nappal, gondolhatod. Na jó van, jó iszak. Jó éjszakát mindenki, nézd meg a Krisztiánt, hogy így nézze ki. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk. Sanyika, te jó éjszakát kívánnak, követődnek rajong. Ebben anyukám nem lesz izé, nem lesz előkelő frak. Jézus, le kell venni a frakos cuccot róla, de izé, a hám, ne dobd már szét a combodat. Igaz, hogy már izé beindult a Gold TV is, meg minden ilyenkor, évfélkor, de te ne dobálja szét combilag magadat. Influencer vagy, dubajozásnak vége, ex-dubajos vagy. Atya világ követő rajong, bocsánat, szemem, hogy lököm föl a klinikát, tudod, de figyelj, nem tudod elképzelni, milyen mozgalmas ez a reggel. Hát, anyukám, jött ugye a Csabi a szaszplanton. Tudod, aki mondta, hogy milyen kupi van nálam, Nadinak köpött, na mindegy. Ő jött ugye, hozta olyan királyliliomot, anyukám, megörülsz, megvadulsz, meg Leandert. Csíte, berendelt az öreg cél, tudod, hogy szaszplantos a cíla. Figyelj, utána jött Benji, hozta vissza az X5-öst, már ott is kiégett az égő, meg a nem locom. Figyelj, innen rohanok a doktor Punyai Katinkhoz, igen, van valami zsírfogyasztás. Ki akarom próbálni. De most nem mennem kell? Jó. Fej, jó, haj, jó. És jön vissza Benji, figyelj, akkora, mint egy medve ő is. Hát, ja, hát ez egy olyan klímás fiú jelentkezett nálam, mondom, most csináltattuk az előkelő klímás cége. Végre van egy szuszanásnyi idő, mert ez nem igaz, te. Jönnek, mennek, olyan forgalomban itt érted nálunk, hogy megőrülsz meg. Most annyit kilöktem, de most mindjárt készülök. Na, ott van, nézek. Nem mondd, hogy nem szép. Ne mondjad, hogy nem szép. Gyönyörű, előkelő királyliliomos. Szóval nem tudod elképzelni, milyen futás van, érted? Szelvitéve, most visszahozták a kocsit, de még az hiányzik, meg ami, jó, mondom, nem magyarán, nem ér. Ja, most jól leaszott egy követő, ne haragudj, Marci, vagy mit tudom én, hogy hívja. Jó, most már kicsit unalmas ez, hogy a kutyát fölkelted. Most mit mondjak neki, hogy kattintsál már odébb anyám, hát ha unalmas, akkor szájéba vagy, akkor menetelsz, amerre akarol. Hát ez nem igaz. Annyit magyaráznak, hát ez egészen oda vagyok. Na jó van, figyelj, most megint összeestem a kanap. Jaj, érted, egyszer nem nekem való ez a hajt, nem erre születtem, tudod, jó, már mondtam, mert takarítást, köntöztek, Ádám, itt lenne most, hogy mit kapnék, anyukám, a szőnyek szélén állnánk, ez miért nincs erre, akkor nézd már meg, hogy néz a konyha ki, tegnap főzöl, mindent ott hagysz, hát nem lehetett, hogy, de Cilla, ez lenne, de szerencsére anyukám, hogy órala. Mit akartam mondani? Ja, azt akartam kérdezni, hogyha nem ma, de lehet, hogy holnap csinálnék egy élőzést, kézzel el, és hát a Bütner Marcival akarom csinálni, és arra gondoltam, hogy mint, de jó nézek ki. De úgy csinálnám, mint szomelier, tudod? És kóstolgatnánk, tudod, van az anyukám a Cilla Santé, ugye kollekciójuk, és akkor végig kóstolnánk, hogy milyen, tudod, és akkor tudod, de ilyen poposkodva, tehát nem úgy, nem ilyen izé, nem úgy képzeld, de, na, nyitva a szekrény, de most már az úgy marad, azt majd nézed, hogy kilóg a kabát. Szóval nem úgy képzeld el, hogy csak így, ez a borot, ez finom, hanem tudod, ilyen poposkodva. Sok szeretettel szeretném önöknek ezt ajánlani, egy kicsit fűszeres, északi lonkás. Tudod, ahogy most csinálják a nagy izé,
tudod, a főkapaszkodottak, mindenki halál, mindenki úgy ért a borhoz, nekem fogalmam sincs, de én is így ajánlanám, milyen ételekhez tudnám ezt elképzelni, milyen zamotta van, milyen topodása a poharon, tudod, megkóstolod, és utána a kristályvödörbe, így köpött ki, mert nem az a, anyukám, nem lehetsz mata inkészen az egész izé szomülyészkedés, na lököm ki ezt az előke, így ezt imádom ezt a portofinot. Figyelj, és így én is így kiköpném a bort, figyelj már úgy, akarsz ilyet? Azt mondd meg, hogy akarol-e ilyen, mert tudod a szomülyészkedésben, anyukám, ott nem az van, hogy izé leiszod magad, aztán izé dölöngélsz, nem, belekóstolsz, tapadása a pohárnak, majd megmutatom, megkóstolod, beszélsz róla. Ő, ez egy közép-magyarországi északi lonkás, ami azt jelenti, hogy déltől háromig érte a nap magát a szülőtőkéket, és akkor így magyarázza. Hallottad, mert elők, figyelj, ha akarol ilyen, mi az, live-ot, érted, a Büttner Marcival, halál szimpatikus lesz, majd most közből a gyár, hallott, csináljuk meg, hát imádni fogod. Szóval, ha akarol ilyen sztorit, anyukám, akkor vagy holnap után, nem, aujourd'hui, vagy ma, vagy holnap, megcsinálom neked, de esküszöm a élő Istennek. Mit tudom, egy ilyen héttől max 40 perc, szóljál ide, hogy akarol-e ilyen Büttner őrületet, vagy szemtaka. A követői, mit van Haller doktor, mit nem mondjak, ugye, hogy egy teljes vizsgálaton eszek keresztül, mondanom se kell, itt a Dermár klinikán, ugye, zsírfagyaszt a Haller doktor a maga szerény módján. Imádom a doktor urat. A legarany követőim és rajongóim, hát hallott, most már megyek az, várj, mondjuk nem látok, de ettől nem akarom, hogy Zitu rám rúgjon, tudod, hogy izé, kezébe fogja a mobilt, vagy ilyet, tudod. Nem, tartom van, percig ne aggódj, tartom van, csak tudod, hát akármi lehet. Figyelj már, hülye, anyukám, rohanok haza, darga haza, érted, be kell fűtenem a borokat, hogy izé mindjárt hány óra, 19:01, voltam izé. Ózonos fertőtlenítés van a Lilikénél, úgyhogy voltam a nyirokmasszázson. Előtte ugye az zsírfagyasztáson, ugye a doktor Punyai Katinkánál. Hát inkább az ugye van úszva, tehát kész, szájé. Úgyhogy nem is láttam a Katinkát. Figyelj, olyan menetben vagyok, hogy megőrülsz, megvadulsz. De mit csináltam ma még? Hát a... Majd, hogy nem a kezemet fogta a Haller doktor, annyira aggódott a zsírfagyasztás miatt, ugye? Na, idesem, olyan rohanásban vagyok, érted, semmire nincs időm, hát tudom, hogy Jézusom, főborul a hülye, ide állvány, Mitsubishi, vagy mi a Huawei, vagy mi. Hallod, olyan rohanás, hogy be kell üzemelni a Büttner vödröt, nem ebbe fogok köpni, ebbe helyezem jégkockát. Tudjának, mindjárt jövök. Hallod, kézzel, de megcsinálták, volt ma jégfagyasztás Lilikénél, ugye azt mondtam, hogy volt izé, nyirok, ma minden volt, maszkba, ózonba, minden. Mondtam a izének, a Haller doktornak, hogy masszírozza ki a szilikont, tudod, ezt régen berakták, azt hittem, hogy jó lesz, azt nem lett jó, így bekunkorodott, és mondtam, hogy hát akkor masszírozza a kedves Monsieur Cilla, és így mondom, mi lenne, ha maga masszírozná ki? Nem volt kapható az alkalom, jó, nősz. Tudod? Te ne gondoljál már malacságra, meg várjál már, néznek, csinálj, de minden esetre olyan jól eldumáltuk, képzel, hát végig ott volt a fagyasztással, annyira ide aggódott, hát gondolhatod, az öreg Cilla, várjál. Anyukám, a Büttneréknek a kínai vödrükért megőrülök, és vizekkel, most mutattam, figyelj, amikor van egy jeges vödröd, akkor nem tudod így a jégre, látod? Világítós. Hiha! De vizet kell lökni rá, mert abban tud utána úszkál. Figyeljé, nincs csak a kezem, és készülünk elő a élőre. A élő készül, anyukám. Olyan ide... Ja, figyeljé, már azt akartam mondani. Most frank vagy, mondtam az előbb, már elfelejtettem, milyen sötét. Figyelj már, te... Már, tudod, hány izén van a TikTokon? 3. Azt mondtam az előbb, lehet, hogy mondtam. Ha Isten, tudod, hogy mit szoktam ezért az állítólkat? Minden 10-szer mondd el. Én ordítok, hogy mondom, ne mondjad már 10-szer, egyszerre elmondod, megértem. Azt mondja, nem.
nem érted meg, mert mindent elfelejtesz, mert akkora egy gyöksi tudsz lenni. Mondom, kösz, na, hát ezt kellett volna kimaszni. De most megbeszéltem vele, hogy ezt a hülyeséget éj szilikont, ezt érted? Hogy kis, azt akartam, hogy tudod, akkor dubajos akartam, és milyen szájakat akartam, és nem jött össze. Na mindegy. És most mondtam a Hallernek, hogy ő vegye ki. Betette a Wagner, de most ő vegye ki. Most te már megint egészen másba vagy, ugye? Már egyszer mondom, betevész, és várjál, hűtöm be a hűtne. Tudod, ez a Cilla Collection, anyukám, Santé, figyelj, jön előkelőre. Még leszakad a derek, amire oda viszem az autóra. Konyhába készítem elő a bort. 8-kor élő, fél órád van, anyukám. Menjél gyorsan, zuhanyozzál, lemosszál fogatat, tapa. Sanyi! De az még instázik valahol. Legarany követőim, szajongóim, ennyi volt ugye a Cilának ugye ez a szomüliés szesztje. Nem tudom, hogy érdekes volt-e, avagy sem. Hát remélem, hogy az, hallod, még nem vagyok az, mert csak ilyen pici kortyokat ittem, mert kellett volna köpni a küblibe, de arra nem voltam hajlandó. Úgyhogy, ha mondjuk egy pár üveget átviszok a szomszédba, mert hát azért egy kicsit túl itt, mit kezdjek ennyi kibontott borra, jó pofa vagy. Jó van, drágáim, jó éjszakát, vigyázzatok magatokra. Taka! Na most már csak egy dolog, aztán eltakázom, mert tartozom kézzel, de azt hiszem, hogy várjál, hogy Pál Kingát föl kellett volna köszöntenem, mert a Domonkos megkért. Tehát így megnézem a Domonkos, mondom, nem is olyan rossz, aki tetovált kis focista, Domonkosnak is nejét mondom, akkor egy boldog szülinapot be akarok kívánni. És a Somi barátnőmnek pedig a Sósz, hű, kit kellett volna köszönteni, Sósz Petra talán, várjál már, mindjárt megnézem a Ader mobilon, hogy hívják a kis hölgyet, mert Szomikát nagyon cipálom, és azt mondja, hogy ugye akkor volt a Kinga, akit nagyon be kéne köszöntenem a szülinapjára, és volt, Jézusom, lejár az idő, és nem fogom tudni kimondani a Sósz fűszájét akar. Hát sajnos.